Most Józsa István, MSZP-s képviselő úr következik. Gazdaságpolitika tényszerű bukása címmel mondja el napirendeleti hozzászólását. Parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, kedves miniszter úr. Felelős gazdaságpolitikusként a tényekre kell szorítkoznom, és ezek a tények azt mutatják, hogy azzal, hogy a kormány az IMF segítségét kérte, tényszerűen megbukott az a gazdaságpolitika, amit az Orbán kormány az elmúlt 18 hónapban követett. Tényszerű az is, hogy Orbán Viktor kormányzása alatt nem javult, ellenkezőleg romlott az ország helyzete. Erre a miniszterelnök saját cselekedete a bizonyság, hiszen a kormányváltás után maga küldte el a valuta alapot. Ezt csak abban a tudatban tehette, hogy az ország, ahogyan átvette, rendben van, finanszírozható, nem szorul az IMF segítségére, tudja magát finanszírozni a szabad piacról is. Ez egyébként így is volt. Ha nem így lett volna, akkor biztosan nem küldi el őket olyan lazán, kockás ingben a Videoton meccsre mentében. Mint ahogyan most sem azért hívja vissza az IMF-et, mert nincs rá szüksége. Nem szereti Orbán Viktor annyira a valutalapot, hogy visszahívja csak úgy, ha nincsen nagy baj. De sajnos nagy baj van. Másfél év kalandor gazdaságpolitikája, amit nem ortodoxnak neveznek, de igazából semminek sem lehet nevezni, oda vezetett, hogy alig-alig lehet eladni a magyar állampapírokat. A leminősítés réme fenyegeti az országot. A kockázati felár több mint háromszorosa most, mint a kormányváltáskor volt. A forint, a nemzeti fizetőeszköz elveszítette értékének egyötödét, az államadósság azzal együtt 82% a múlt heti adat szerint, hogy megzsaroltak 3 millió embert, és elvették a magánnyugdíjpénztári megtakarításukat, és azt is erre fordították. Hadd tegyem hozzá, hogy az előző szocialista kormánynak a mély gazdasági válság után sikerült növekedési pályára állítani a gazdaságot, amit az Orbán kormány módszeresen szétver. Az elért gazdasági eredményt előbb növekelésből stagnálásba sikerült fordítania ez év nyarán, ez év folyamán, és jövőre egyáltalán nem biztat növekedéssel egyetlen előrejelzés sem. Szóval tényszerűen nagy a baj, a fizetőképesség van kockán. Ez a kormányzati politika tehát megbukott, csak Matolcsi miniszter úr nem tud még róla, vagy nem akarja tudomásul venni, de azt tudnia kell, hogy magyarázataival egyre ront a helyzeten. A kormánnyal szemben elveszett a bizalom. Az Orbán kormánynak mára elfogyott a hitele. Átvitt értelemben is, és konkrétan is. Egyre hiteltelenebb a magyar társadalom előtt ez a kormányzati politika. Az emberek 72%-a gondolja úgy, hogy nem mennek jó irányba a dolgok, pedig még nem is szembesültek azzal, ami januártól jön majd. 11 adónemben 550 milliárd forinttal több adót kell fizetni. A Fidesz kormány adóemelési dömpingje minden magyar állampolgárra 55 ezer forinttal több terhet ró. Ez egy két gyermeket nevelő család esetén 220 ezer forintot jelent, amiért az Orbán kormánya bűnös. Orbán Viktor és minisztere kétségbe esetten akarja úgy beállítani, hogy ehhez nekik semmi közük nincs, hogy mindez az örökség és az euróövezet válsága miatt van. Csak hogy ez nem igaz. Tényszerűen gondolják végig. Nem romlana a forint jobban, mint az euró, ha ott lenne nagyobb a válság, mint itt. Pedig a kormány ezt állítja, hogy minden az euróválság miatt van, miközben a forint gyengül, sajnos határtalanul. Állítják ezt akkor, amikor minden nyilatkozatnak nagyon súlyos következményei vannak. Ilyen például Orbán Viktor 1,5%-os londoni beszéde, szakmai fórumon 1,5%-os növekedésről beszélt, ami nyilvánvalóan nem teljesíthető, esett is azonnal 1,5%-ot a forint értéke. Nem lehet büntetlenül bellé beszélni. A konkrét hiteltelenség pedig azt jelenti,
hogy nem kapunk hitelt, hogy nem finanszírozható ország, az ország csak rendkívüli többletköltségekkel. Miniszter úr, megbízhatóság, kiszámíthatóság, jogbiztonság. Ezeket kellene önöknek megteremteni, és sürgősen változtatni, hogy ne okozzanak több kárt ennek az országnak, mert mindannyian fizetjük meg az árát, és nagyon súlyosan. Köszönöm a figyelmet. Ismét Matolcsi miniszter úrnak adom meg a válaszadásra a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, képviselőtársaim, tisztelt képviselő úr! Önnek igaza van, egyszer már megértük Magyarországon a gazdaságpolitika csúfos bukását. A 2002 és 2010 közötti időszakban egyszer már több részletben ugyan, de megértük a magyar gazdaságpolitika csúfos, baljóslatú és válságot előidéző bukását. Mert mi más volt az, amikor önök 2006 választása előtt két héttel közölték, hogy 4,7% lesz a magyar költségvetés hiánya, majd a választást követő két hét múlva azt mondták, hogy bocsánat, helyet kell cserélni két számnak, 7,4% lesz a magyar költségvetés hiánya. És önök egy megszorító politikával 2006. szeptember 1-től kezdve egészen 2010. júniusáig egy a korábbi válságot kezelni hivatott valójában neoklasszikus, liberális receptet alkalmaztak. Tehát megértük már a gazdaságpolitika bukását, éppen ebből kanyarodtunk ki az elmúlt 18 hónapban. Ön képviselő úr arról beszél, hogy rendben adták át az országot, ezen belül a gazdaságot 2010 közepén. Nézem a tetőt, nézem a plafont, repedések nem látszanak, de tisztelt képviselő úr, ez úgy, ahogy van, nem igaz. Gondoljuk csak arra, hogy önök elsőként az Európai Unió tagállamai közül kénytelenek voltak egy azonnali mentőcsomagot kérni 2008 őszén, úgy, hogy 2008 márciusában önökhöz látogatott az akkori valuta alap és unió akkori delegációja. És azt mondták, hogy önöknél, nálunk, Magyarországon, az önök kormányának gazdaságpolitikája miatt óriási bajok lesznek. Önök kinevették őket és elküldték. 2008 márciusában önök kinevették és elküldték azokat, akik akkor segíteni akartak. Végül, ugye október és novemberben 3 hét alatt sietve tető alá hoztak egy olyan mentőcsomagot, amelyet mi 2010. október 3-án rendben lezártuk. Nem elküldtük a valuta alapot és az uniót, mindkettőnek továbbja is tagja vagyunk. Az IMF, a valuta alap részvényesei között találjuk Magyarországot. Az unió tagja vagyunk. Nem elküldtük őket, lezártunk egy korábbi hitelszerződést. Nem volt ott rendben semmi, tisztelt képviselő úr, 2010 közepén. Az államadósság az egekbe szökött. 52-ről 82%-ra 8 év alatt. Nem volt ott semmi rendben, mert az államháztartás hiánya 7% felett lett volna. Nem volt ott semmi rendben, mert önök helyreállítottak a növekedést? Tényleg? Akkor miért lett volna a mínusz 0,9% Magyarország zsugorodása 2010-ben, ha nem jön az új kormány? Plusz 1,2% lett Magyarország növekedése 2010 végére a mínusz 0,9%-hoz képest. Tisztelt képviselő úr, végezetül engedje meg, hogy azt mondjam, hogy itt valami tévedés van. Mi soha nem mondtuk, nem is mondjuk, és a jövőben sem mondjuk, hogy minden baj Magyarországon az euróválsága miatt van. A bajok döntő többsége amiatt van, mert önök 8 évig kormányoztak. Erre tesz rá egy lapáttal az euróválsága. Azért sérülékeny Magyarország, az euróválság, a globális pénzügyi válság miatt, mert eladósították az országot, a családokat, a vállalkozásokat. Mert egy hibás gazdaságpolitikát alkalmaztak. Ne várja tőlünk, hogy mindent az euróra fogjunk. Azt mondjuk, hogy 8 év hibás gazdaságpolitikáját és az euró mai válságát együtt kell felelősség tenni a jelenlegi kockázatos helyzetünket. Köszönöm szépen!